A ballagási ünnepségen vette át Pataki Máté a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 12. C osztályosa eredményes tanulmányi és sporttevékenységért a Karcagi Református Középiskoláért díjat nagy tiszteletű Koncz Tibor esperestől és Tóth Barna igazgatótól. Számos alkalommal vett részt a matematika és orosz tantárgy megyei és országos megmérettetésein. A dr. Hajdú Muharos József országos református földrajzi tanulmányi verseny országos döntőjében második lett. Atlétikában, a református országos bajnokságon és a Diák Olimpia megyei döntőjén is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. A kosárlabda csapat meghatározó játékosaként, megyei bajnokként ott volt az országos Diák Olimpiai döntőben is. Osztályfőnökétől, Kisari Katalintól egy nagyon jó közösséget kapott, tanáraitól pedig jó alapokat a tantárgyakból, így matematikából, amire neki a tovább tanulásnál is szüksége lesz. Egy nagyon jó közösséget, hiszen az osztályunk egy nagyon jó közösséget képvisel, és hál' Istennek az osztályfőnökünk is olyan hozzáállású volt az osztályunkhoz, hogy nagyon jól összeterelt minket gyakorlatilag, illetve szerintem nagyon jó alapot kaptunk a fontosabb tárgyaink terén, tehát például nekem fontos lesz a matematika és a fizika a továbbtanulásnál, és ez egy nagyon jó alapot kaptunk. Gépészmérnöki karra készül, ezen a vonalon képzeli el a jövőjét. Hál' Istennek vannak, akik szintén ugyanarra az egyetemre jelentkeztek, ahova én, meg ráadásul szaktársaim is lesznek, úgyhogy teljesen jó lesz. Már lesz egy jó alap baráti társaságunk, ami szerintem a tanuláshoz is nagyon fontos lesz. A digitális oktatás alatt is szorgalmasan tanult, próbál alaposabban felkészülni, hiszen erre a tudására az egyetemen is szükség lesz. Igyekeztem minél jobban, mert hiába digitális oktatás, meg sokan próbáltak mondjuk kikerülni kiskapukkal egyes dolgozatoknál a dolgokat, de úgy próbáltam mindig ezeket minél alaposabban megcsinálni, minél jobban felkészülni, mert ugye későbbiekben ezt fogjuk használni.